A kis túlélő. A Priel Drive 4 szám alatt lakó Dursley úr és neje büszkén állíthatták, hogy köszönik szépen, ők tökéletesen normálisak. Senki sem feltételezte róluk, hogy közük lehet bármilyen rejtélyes vagy szokatlan dologhoz. Ugyanis a leghatározottabban elzárkoztak minden sületlenségtől. Dursley úr, aki igazgatói posztot töltött be egy Grannings nevű fúrógyártó cégnél, jókora tagba szakadt ember volt, aránytalanul kurtanyakkal és hatalmas bajusszal. Dursley né ezzel szemben sovány volt és szőke, s nyak dolgában a szokásos méret kétszeresével büszkélkedhetett. Ez kapura is jött neki, mivel naphosszat a kerítésnél ágaskodott és a szomszédokat leste. Dursleyéknek volt egy csemetéjük is, Dudley, aki szüleinek egybehangzó véleménye szerint a legpompásabb fiúcska volt a világon. A Dursley család semmiben nem szenvedett hiányt. Volt azonban egy féltve őrzött titkuk. Egyenesen rettegtek tőle, hogy kitudódhat. Úgy érezték, nem is élnék túl, ha valaki tudomást szerezne Potterékről. Potterné és Dursleyné nővérek voltak, de évek óta nem is látták egymást. Mi több, Dursleyné úgy tett, mintha sose lett volna nővére. Potterné és az a semmire kellő férje, ugyanis a lehető legDursley-szerűtlenebb emberek voltak. Dursleyék bele sem mertek gondolni, hogy mit szólnának a szomszédok, ha a Potter pereputy feltűnne az utcájukban. Tudták, hogy Potteréknek is van egy fiúk, de sosem látták a gyereket. Úgy vélték, egy okkal több, hogy távol tartsák maguktól a Potter családot. A kölykük csak rossz hatása lenne az ő Dudleyukra. Az a borongós szürkeked, melyen történetünk kezdetét veszi, Dursley úr és neje számára épp úgy kezdődött, mint az összes többi nap. A borult égen sem látszott semmi, ami arra utalt volna, hogy hamarosan szokatlan, rejtélyes dolgok történnek majd országszerte. A munkába készülő Dursley úr dudorászva előkereste legunalmasabb mintájú nyakkendőjét, Dursleyné pedig kaján jókedvel elmesélte a legfrissebb pletykákat. Miközben beletuszkolta bömbölő fiát az etetőszékbe. Egyikük sem vette észre az ablak előtt elszálló nagy, sárgás-barna baglyot. 8:30-kor Dursley úr felkapta a táskáján, és egy csókot nyomott neje orcájára. A kis Dudleynak is megpróbált egy búcsúpuszit adni, de elvétette, mert fia épp hiszti rohamot kapott, és a falat terítette be tejbe papival. Te kis csibész, te! Kuncogott Dudley úr, és kilépett a házból. Beült a kocsiába, és a felhajtóról a Privet Drive-ra hátrált. A sarokba érve történt vele az első szokatlan dolog. Megpillantott egy térképet böngésző macskát. Egy másodpercig fel sem fogta, mit látott, elhajtott a jelenség mellett, ám azután kerekre nyílt szemekkel visszafordult. A Privet Drive sarkán valóban ott ült egy nőstény macska, de a térképnek már nyoma se volt. Hát persze, biztosan káprázott a szeme. Pislogva merett a macskára, s az visszanézett rá. Miközben kifordult a félútra, a visszapillantó tükörben figyelte az állatot. A macska most az utcatáblát olvasta. Nem. Nem olvasta, csak nézte. A macskák nem olvasnak se térképet, se táblákat. Dursley úr megrázta magát, és száműzte fejéből a macskát. Útban a város felé már nem is járt más az eszében, csak az a sok-sok fúró, amit aznap eladni remélt. Mikor azonban a város határába ért, átmenetileg ismét kénytelen volt megfeledkezni szeretett fúróiról. A szokásos reggeli dugóban araszolva nem kerülhették el a figyelmét az utcákon lézengő, különös ruhába öltözött, egészen pontosan talláros emberek. Dursley úr ki nem állhatta a feltűnősködést,
hogy a fiatalok is micsoda maskarákban képesek járni. Biztosan ez a legújabb őrült divat, gondolta, és ujjaival türelmetlenül dobolt a kormánykeréken. Tekintete a tallárosok egy csoportjára tévedt. A társaság a járdán átsorgott, nem messze tőle, és izgatos csúdolózásba mélyedt. Dözdi úr megütközve látta, hogy egyik másik talláros még csak nem is fiatal. Hisz az a férfi ott még nála is öregebb, mégis marag zöld palásban virít. Nem sül le a bőr a képéről. Egy darabig így fortyogott magában, aztán felötlött benne, hogy a maskarás emberek talán szánt szándékkal keresik a feltűnést. Biztosan adományokat gyűjtenek valamire. Igen, ez lehet a dolog nyitja. Ekkor meglódult a kocsioszlop, és Dursley úrnak néhány perccel később, mikor megérkezett a Grannings parkolójába, már ismét a fúrókon járt az esze. A 9. emeleti igazgatóirodában Dursley úr széke az ablaknak háttal állt. Szerencsére, mert másképpen nemigen tudott volna aznap délelőtt a fúrókra összpontosítani. Így ugyanis nem látta a fényes nappal ide-oda repdeső baglyokat. Ellentétben az utcai járókelőkkel, akik tátott szájjal, mutogatva bámulták a fejük fölött elsuhanó madarakat. Többségük éjszaka se látott még baglyot, nemhogy nappal. Dursley úrnak tehát tökéletesen normális, bagolymentes délelőttje volt. 5 emberrel ordibált, elintézett néhány fontos telefont, azután még egy kicsit zsémbelt. Egy szóval remek hangulatban töltötte az időt délig, amikor is elhatározta, hogy kinyújtóztatja tagjait, és átsétál a szemközti pékségbe egy flánkért. A tallárosokról időközben teljesen megfeledkezett. Most azonban ismét felfigyelt rájuk, mert a pékség előtt egy különcök egy egész csoportjába botlott. Ahogy elhaladt mellettük, gyanakodva végig mérte őket. Nem értette, miért, de nyugtalanság fogta el, ha rájuk nézett. Ez a társaság is izgatottan sustorgott, és úgy tűnt, egyiküknél sincs adománygyűjtő persely. A feltűnő palástóba burkolódzó figurák akkor is ott voltak még, amikor kijött a fékségből. Kezében a fánkot rejtő zacskóval ismét elsétált mellettük, és ekkor akaratlanul is elcsípett néhány szót a beszélgetésükből. Potterék, igen, én is azt hallottam. Úgy van, a fiúk, Harry. Dursley úr megtorpant. Egy pillanatra jeges borzalom markolt a szívébe. Visszafordult a sustorgó társaság felé, mintha mondani akarna nekik valamit, azután nyelt egyet, és tovább ment. Átcsörtetett az utca túloldalára, felrohant az irodába, és ráförmett a titkárnőjére, hogy senki ne zavarja. Azután felkapta a telefonkajlót, és már tárcsázni is akarta az otthoni számot, amikor egyszerre meggondolta magát. Letette a kajlót, és töprengve végig simította a bajuszám. Csak nyugalom, nyugalom, butaság az egész. A Potter név korántsem olyan ritka, és valószínűleg rengeteg Potternek van Harry nevű fia. Apropó, az sem biztos, hogy az unokaöcsét Harrynek hívják, hiszen nem is látta még azt a gyereket. Lehet, hogy Harvey a neve, vagy Harold? Felesleges felizgatnia a feleségét. Ez mindig olyan ideges lesz szegény, ha nővére szóba kerül. Persze nem is csoda, ha neki lenne ilyen testvére. No, de mégis azok a talláros alapok. Dursley úr aznap délután sehogy sem tudott a fúrókra koncentrálni. Még 5 órakor is olyan szétszórt volt, hogy az épületből kilépve rögtön összeütközött egy járókelővel. Az illető egy töpörödött öreg ember, megtántorodott és majdnem elesett. Bocsánat, morogta Dursley úr. A kis ember ibolyaszínű köpönyeget viselt. Ezt Dursley úr némi késéssel fogta csak fel, és látszólag cseppet sem bosszantotta, hogy kis híján fellökték,
Épp ellenkezőleg. Arca széles mosolyra húzódott. Kedves uram, nem kell bocsánatot kérnie. Szólalt meg olyan éles, nyekergő hangon, hogy még az arra járók is felfigyeltek rá. Ma semmi se szegheti kedvemet, hisz végre megszabadultunk tudja kitől. Örömünnep ez még maguknak, mugliknak is. Azzal a kisember boldogan átölelte Dursley úr derekát, majd odébb állt. Az igazgatónak a földbe gyökerezett a lába. Megölelt egy vadidegen ember? Mi több? Az illető még valamiféle muglinak is nevezte őt? Ez már több volt a soknál. Dursley úr a kocsijához sietett, beült, és pánikszerűen elindult hazafelé. Őszintén remélte, hogy csak képzelődött. Miközben ez a vágya is meglepte, mivel a képzelődés minden formáját határozottan elítélte. Mikor rákanyarodott a 4-es szám előtti felhajtóra, az első dolog, ami szemet szúrt neki, s ettől cseppet sem lett vidámabb, a reggel látott nőstény macska volt. Az állat most a kertet szegélyező falon üldögélt. Kétség kívül azonos volt a sarki macskával. Könnyen fel lehetett ismerni a szemei körül sötétlő kerek folkról. Sic! Ripakodott rá Dursley úr. A macska nem szaladt el, sőt, szigorú pillantást vetett a ház urára. Dursley úrban felötlött a kérdés, hogy vajon normális viselkedése ez egy macskától, de némi töprengés után elvetette a problémát, és belépett a házba. Még mindig eltökélt szándéka volt, hogy feleségének egy szót sem szól a történtekről. Dursleynek kellemes, átlagos napja volt. Vacsora közben mesélt urának a szomszédasszony haszontalan gyerekéről, és elújságolta, hogy a kis Dudley megint tanult egy új szót. Most akarom! Dursley úr engedelmesen végighallgatta, igyekezett tökéletesen nyugodtnak látszani. Miután lefektették Dudleyt, átment a nappaliba, és bekapcsolta a tévét. Még éppen elcsípte a híradó utolsó perceit. Végezetül egy belföldi hír. A madárfigyelők bejelentései szerint a hazai baglyok ma igen szokatlanul viselkedtek. A bagoly köztudomásulag éjszakai madár, nappal csak ritkán mutatkozik. Ennek ellenére ma hajnal óta több száz nyugtalanul repkedő példát figyeltek meg országszerte. A szakértők egyelőre nem találtak magyarázatot a baglyok alvási szokásának e hirtelen megváltozására. A hírolvasó elvigyorodott. Ez ám a rejtély, igaz-e? És most lássuk, milyen időt ígér nekünk Jim McGuffin. Éjszaka is számíthatunk bagoly átvonulásra, Jim? Nos, Ted, mosolygott a meteorológus, ezt sajnos nem tudom megjósolni. De annyi bizonyos, hogy nem csak a baglyok viselkedtek ma furcsán. Az ország e legkülönbözőbb részeiből, így Kentből, Yorkshireból és Dundeeből is kaptam telefonhívásokat, melyekben a nézők arról számoltak be, hogy az előrejelzett eső helyett hulló csillagok záporoztak az égből. Lehet, hogy némelyek már is tűzijátékpetárdákat lődöznek? Nos, kedves nézőink, türelem, még egy egész hetünk van az ünnepig. Annyit azonban megígérhetek, hogy nem lesz száraz éjszakánk. Dursley úr a döbbenettől kővédermedve ült karosszékében. Hulló csillagok Nagy-Britannia felett? Nappal röpködő baglyok? Titokzatos, taláros emberek az utcákon? És ráadásul az a susmus Potterékról? Felesége belépett a nappaliba, kezében két csésze teával. Dursley úr most már belátta, hogy nem hallgathat tovább. Feszengően megköszönült a dolgát. Petunia, drágám, mondd csak, nem hallottál valamit mostanában a nővéred felől? Nem, vonta össze a szemöldökét Dursleyné. Miért kérdezed? Különös dolgokat mondtak be a híradóban. Baglyokról, meg hullócsillagokról. A város is tele volt ma fura figurákkal. Na is? Sziszegte Dursleyné. Csak gondoltam, hogy talán közel állt a dolognak ahhoz a népséghez.
Dörzsinyi ajkát csücsörítve szürcsölte a teáját. Férje nem tudta, hogy megmerje említeni, hogy Potterék nevét is hallotta az utcán. Aztán úgy döntött, hogy jobb, ha nem teszi. Helyette tovább puhatolózott. A nővéredék fia. Körülbelül egykorú lehet Dudley-val, nem? Úgy tudom, igen. Felelte Dörzsinyi kurtán. Tényleg, mi is a neve? Howard? Harry. Megjegyzem, undok. Pórias név. Az biztos. Helyesen Dudley úr, de közben összeszorult a torka. Teljesen igazad van. Nem firtatta tovább a témát, kisvártatba felmentek lefeküdni, s míg neje a fürdőszobában volt, Dudley úr a hálószobá ablakához boson. A macska még mindig ott volt a kertben, és úgy fürkészte a Privet Drive-ot, mintha várna valamire. Csak képzelődne? Vagy a különös eseményeknek tényleg közük van Potterékhez? Mert ha igen, ha kiderülne, hogy rokoni kapcsolat fűzi őket két, nem, az lehetetlen. A házaspár lefeküdt. Dörzsinyi egy-kettőre elaludt, de férje szemére jó ideig nem jött álom. Egyre csak a történteken töprengett. Végül azonban őt is álomba riggatta egy megnyugtató gondolat. Ha Potteréknek közük is van a különös eseményekhez, akkor nincs rá okuk, hogy megkörnyékezzék őt és a feleségét. Hisz nagyon jól tudják, mi a véleménye neki és Petúniának az olyan emberekről, hogyan is keveredhetnének ők ilyen sötét ügyekbe. Dursley úr ásított és az oldalára fordult. Őket nem lehet ilyesmivel belerángatni. Nem is tudta, mekkorát téved. Míg a házúra nyugtalan álomba merült, a kertben tanyázó macska jelét sem mutatta a fáradtságnak. Mozdulatlanul ült, mint egy szobor, s tekintetét a Privet Drive távoli sarkára függesztette. Meg se rezzent, mikor a szomszéd utcájában a kocsi ajtó csapódott. Akkor sem, mikor két bagoly húzott el a magasban. Már majdnem éjfél volt, mikor végre megmoccant. Egy férfi bukkant fel a sarkon. Olyan hirtelen és csendesen jelent meg, mintha a földből bújt volna ki. A macska farka megrezzen. Szeme kissé összeszűkült. Egy biztos. Ehhez a férfihez fogható jövővény nem járt még a Privet Drive-ban. Magas volt, ösztövér, és igen öreg. Ez utóbbira őszhaja és szakálla engedett következtetni. Mindkettő olyan hosszú volt, hogy be tudta tűrni őket a derék szíjába. Hosszú tallárt viselt, a földet söprő bíbor palástot és magas sarkú csatos csizmát. Kék szeme szinte szikrázott, félhold alakú szemüvege mögött. Orra hosszú volt, és olyan görbe, mintha legalább két helyen eltört volna. Ezt az embert Albus Dumbledore-nak hívták. Dumbledore derűs nyugalommal kotorászni kezdett köpönyében, mintha észre se venné, hogy olyan utcába érkezett, ahol nem látják szívesen se a nevét, se a csizmáját, se bármely egyéb porcikáját. Azt viszont nyilván észrevette, hogy figyelik. Ugyanis ránézett az utca túlsó végéből felé meredő macskára. Az állat látványa, mintha valami jogból szórakoztatta volna. Huncogott, és azt motyogta. Tudhattam volna. Az egyik belső zsebében végül megtalálta, amit keresett. Egy ezüst öngyújtónak tűnő tárgyat. Kinyitotta a szerkezetet, majd a magasba emelte, és kattintott vele. Erre halk pukkanással kialudt a legközelebbi utcalámpa. Dumbledore újra kattintott, mire a következő lámpa is kialudt. Az önoltó 12. kattanása után az utcában nem maradt más fényforrás, csak két távoli, apró pontocska. A macska szeme. Most már hiába néztek volna ki a lakók az ablakon, senki, még a sas szemű Dursley-né sem láthatta volna, mi zajlik odalent a járdán. Dumbledore köpönyége rejtette az önoltót, és elindult a 4-es számú ház felé. Ott megállt, és leült a macska mellé a falra. Nem nézett rá az állatra, de kisvártatva megszólalt. Örülök, hogy itt találom,
Meggalagony fogva a szar. Mosolyogva a cica felé fordult, de az addigra már eltűnt. Helyén egy meglehetősen szigorú küllemű nő jelent meg. Orrán szögletes szemüveggel, amely pontosan olyan alakú volt, mint a folt a macska szeme körül. A nő szoros konyba csavart, fekete haja most kissé kócos volt. Ő is köpönyeget viselt, de smaragdzöldet. Miből jött rá, hogy én vagyok az? Kérdezte. Ugyan már, kedves professzor. Nincs macska, aki ilyen merev tagokkal ülne. Az öntögje is elmacskásodnának, ha naphosszat egy téglafal tetején gubbasztana. Vágott vissza meggalagony. Egész nap itt ült? Mikor ünnepelhetett volna? Idefelé jövet legalább 20 lakomát és mulatságot láttam. A professzor asszony mérgesen szipogott. Hát persze, mindenki ünnepel, sopánkodott. Azt hinné az ember, hogy van bennük némi óvatosság, de nem. Még a mugliknak is feltűnt a nagy felhajtás. Bemondták a híradójukban. Fejével dőzlék nappaliának sötét ablaka felé bökött. Hallottam. Bagolycsapatok, hullócsillagok. Ennyire azért a muglik sem mostobák. Ezt már lehetetlen nem észrevenni. Hullócsillagok kedven. Lefogadom, hogy ez Dedalus Diggle műve. Neki van ennyi esze. Ne hibáztassa őket, csóválta a fejét Selvinden Dumbledore. Az elmúlt 11 évben nem igen volt alkalmunk ünnepelni. Tisztában vagyok vele, csattan fel meggalagony professzor. De ez még nem ok arra, hogy elveszítsük a józan eszünket. Egyenesen felelőtlenség fényes nappal az utcán gyülekezni és pletykálkodni. Ha legalább mugli ruhát húztak volna. A professzor asszony Dumbledore-ra sanított. De mivel az nem válaszolt, folytatta. Épp ma leplezzük le magunkat a muglik előtt, amikor tudja ki, végre valahára eltűnt. Mert ugye tényleg eltűnt, Dumbledore. Minden jel arra mutat, bólintott Dumbledore. Bizony, van miért hálálkodnunk. Parancsol egy citromos italport? Micsodát? Citromos italport. Mugli édesség. De jó magam, nagyon kedvelem. Köszönöm, nem kérek. Húzta fel az órát meggalagony, mint egy jelenzve, hogy a pillanat nem alkalmas holmi citromos italporok fogyasztására. Amint mondtam, még ha valóban megszabadultunk is tudja kitől. Kedves professzor asszony, egy olyan ragyogó elme, mint kegyed, igazán a nevén nevezhetné őt. Mire jó ez a tudja kizés? Idestóva 11 éve győzködök mindenkit, hogy nevezze őt úgy, ahogy hívják. Voldemortnak. Meggalagony szempillája megrebbent, de Dumbledore, aki közben két fiola italpor felbontásán fáradozott, zavartanul folytatja. Tudja ki így, tudja ki úgy. Kérdem én, mi okunk volna rá, hogy féljünk kimondani Voldemort nevét? Önnek semmi, felelte meggalagony félig busszus, félig elismerő hangon, de ön kivétel. Mindenki tudja, hogy ön az egyetlen, akivel tudja, nos, rendben, Voldemort nem mer újat húzni. Kegyet hízeleg, csóválta a fejét Dumbledore. Nincsenek olyan képességeim, mint Dumbledore, mint Voldemortnak. De vannak, csak ön túl nemes ahhoz, hogy éljen velük. Még szerencse, hogy sötét van, utoljára akkor pirultam el így, amikor Madame Profi megdicsérte az új fülmelegítőmet. Meggalagony professzor szúrós pillantást vetett Dumbledore-ra. Nem csak baglyok, de kósza hírek is felröppentek ma. Tudja, mit petkálnak arról, hogy miért tűnt el Voldemort? Hogy kiállt végre az útjába? Látszott, hogy ez az, ami igazán érdekli a professzort. Erre a pillanatra várva gubbasztott egész nap a hideg kőfalon. Se macska, se ember alakban nem nézett még olyan sóvár pillantásra Dumbledore-ra, mint most. Látszott, hogy bármit hallott is rebesgetni, csak azt hajlandó elhinni, amit Dumbledore is megerősít.
A férfi azonban válasz helyett hozzálátott egy újabb citromitalkor elfogyasztásához. Állítólag, próbálkozott tovább meggalagony, hangsúlyozom, állítólag, Voldemort tegnap este felbukkant Godric's Hollow-ban. Potterékat kereste. És az a hír járja, hogy Lily és James Potter, hogy mindketten meghaltak. Dumbledore leholgasztotta a fejét. Meggalagony professzor döbbenten hőkölt hátra. Lily és James! Ez borzalmas! Nem akartam elhinni. Ó, Albus! Dumbledore a professzorasszony vállára helyezte a kezét. Tudom, sóhajtott. Meggalagony remegő hangon folytatta. És ez még nem minden. Azt mesélik, hogy Potteré fiát, Harry is el akarta pusztítani, de nem sikerült neki. Nem bírt elbánni azzal a kisgyerekkel. Azt mondják, amikor kudarcot vallott Harry Potterrel, nem tudni miért és hogyan, de egyszer elhagyta az ereje. Ezért nincs köztünk többé. Dumbledore komoran bólintott. Szóval igaz? Hebegte meg a lagony. Annyi gaztettet vitt véghez, annyi embert ölt meg, és nem bírt egy kisgyerekkel? Ez bámulatos. Ő, akit semmi nem tartóztathatott fel. De hát hogyan élhetett túl a kis Harry egy ilyen támadást? Csak találgathatunk, felelte Dumbledore. Nem tudunk semmi biztosat. Meggalagony professzor csipkés zsebkendőt húzott elő, és megtörölgette könnyes szemét. Dumbledore is nagyot szipogott, és elővette zsebéből aranyóráját. Nagyon különös óra volt. Egyetlen szám se látszott rajta, viszont 12 mutatója volt, és a számlap szélén apró bolygók keringtek. Dumbledore ennek ellenére kiismerte magát rajta, mivel megnézte, majd visszadugta a zsebébe, és így szólt. Hagrid késik. Apropó, ő árulták egyednek, hogy ide készülök? Igen, felelte meggalagony professzor. De öntől meg sem merem kérdezni, hogy mi szél hozta éppen ide. Azért jöttem, hogy elhelyezzem Harryt a nagybátyánál és a nagynénjénél. Immár ők az egyedüli rokonai. Ezt nem mondhatja komolyan. Azokról az emberekről beszél, akik itt laknak? Meggalagony felpattant, és a négyes számú házra mutatott. Dumbledore, ezt nem teheti meg. Egész nap figyeltem őket. Nincs még két olyan ember a világon, aki kevésbé hasonlítanának ránk. Na, és a fiúk? Séta közben az egész úton az anyja ládát rúgdosta, és bömbölbe követelte az édességet. Ezek közé akarja bedugni Harry Pottert? Itt van a legjobb helyem, jelentette ki Dumbledore ellentmondást nem tűrő hangon. Ha nagyobb lesz, a nagybátyja és a nagynénye majd felvilágosítják. Írtam nekik egy levelet. Abban mindenről részletesen beszámolok. Levelet írt. Meggalagony legyrajott a kőfalra. Komolyan úgy véli, hogy ezt egy levélben el lehet magyarázni? Ezek az emberek nem fogják megérteni Harryt. Ő híres lesz, sőt, élő legenda. Azon sem csodálkoznék, ha ezt a napot a jövőben Harry Potter napjának hívnák. Könyveket írnak majd róla, és a világunkban minden gyerek ismerni fogja a nevét. Ahogy mondja. Dumbledore szigorú pillantást vetett professzorra, professzor a félhold alakú szemüvege mögül. Nincs az a gyerek, aki ezt épp ésszel kibírná. Még járni sem tud, de már is híres ember. Ünneplik öt egy hőstettért, amire nem is fog emlékezni. Értse meg! Jobb lesz neki, ha csak akkor szerez tudomást erről, amikor már meg tudja emészteni. Meggalagony professzor válaszra nyitotta a száját, aztán meggondolta magát. Nyelt egyet, és így szólt. Igen. Hogyne, teljesen igaza van. De hát, hogyan jut el ide a gyerek? Úgy mellett Dumbledore köpönyegére, mintha gyanítaná, hogy abban van eldugva a kis Harry.
Hagrid hozza őt ide. Gondolja, hogy bölcs dolog volt Hagridre bízni egy ilyen fontos feladatot? Az életemet is rábíznám Hagridre, felelte Dumbledore. A helyén van a szíve, ehhez kétség sem férhet, csóválta a fejét meggalagon. De el kell ismernie, hogy Hagrid minden, csak nem óvatos és körültekintő. Hajlamos rá, hogy... Mi volt ez? Halk, de egyre erősödő zúgás perte fel az utca csendjét. Dumbledore és McGonagall tekintetükkel egy közeledő jármű fényszóróit keresték a távolban. A hang már dübörgéssé erősödött, mikor végre felnéztek az égre, és megpillantottak egy hatalmas motorkerékpárt. A jármű épp az óruk előtt ereszkedett le a földre. Nos, ha a motorkerékpár hatalmas volt, akkor a vezetője egyenesen óriási. Magasságban egy átlagos ember kétszeresét tette ki, szétében pedig legalább öten elfértek volna a bőrében. Egy szó mint száz, a jövevény tűrhetetlenül nagy volt. És a külseje? A hosszú csimbókokban lógó fekete haj és szakáll mögül szinte ki se látszott az arca. A tenyere akkora volt, mint egy kukafedél, bőrcsizmás lába pedig egy pár növedék delfinre emlékeztetett. Vastag, izmos karjai közt pokróc csomót szorongatott. Na végre, Hagrid, sóhajtott Dumbledore megkönnyebbülten. Honnan szerezted ezt a motort? Kölcsön kértem, uram. Felelte az óriás, miközben óvatosan lekászálódott a járműről. A kis Sirius Black-től kaptam. Meghoztam a gyereket. Simán ment minden? Igen, habár a házból csak romok maradtak. Kislisszoltam a kispajtással, míg mielőtt a muglik odadugták a képüket. Bristol fölött röpöltünk, amikor elszúnyog rád. Dumbledore és McGonagall professzor a csomag fölé hajoltak. A pokrócok közül éppen csak kilátszott egy pöttöm fiúcska alvó arca. Egy ében fekete hajtincs félig eltakarta a gyerek homlokán égtelenkedő, különös, villám alakú sebet. Ez az, ahol... suttogta McGonagall professzor. Igen, bólintott Dumbledore. Élete végéig viselni fogja a nyomát. Nem tudja eltüntetni, Dumbledore? Ha tudnám, akkor se tenném. Egy ilyen sebhely kifejezetten hasznos lehet. Nekem például a bal térdem fölött van egy heg, ami a londoni metróhálózat térképét formázza. No de, esünk túl a dolgon. Kérem a gyereket, Hagrid. Dumbledore a karjába vette Harryt, és a Dursley család otthona felé fordult. Uram, elköszönhetek tőle? Kérdezte Hagrid. Bozontos fejével a kicsi fölé hajolt, és adott neki egy szakállas szúrós puszit. Aztán váratlanul kutyamód elvonyította magát. Csssss! Ráncolta a homlokát McGonagall professzor. Felébreszted a muglikat. Bocsánat, szipogott az óriás. Elővette egy repedőnyi pöttyös zsebkendőt, és beletemette az arcát. De hát olyan szörnyű. Lily és James meghaltak. És most szegény Harry muglik, szegény kis Harry muglik közé kerül. Persze, persze, hogy szomorú, de szedd össze magad, különben lefülelnek minket. McGonagall professzor csitítóan megpaskolta Hagrid karját. Időközben Dumbledore átlépett a kertet szegélyező alacsony falon, és a ház bejáratához osont. Óvatosan lefektette Harryt az ajtó elé, aztán előhúzott egy levelet a köpönyegéből. Azt is bedugta a takaró közé, majd megfordult, és visszatért társaihoz. Egy teljes percig némán álltak, és nézték a kis csomagot. Hagridnek kissé remegett a válla. McGonagall professzor vadul pislogott, Dumbledore szemében pedig, mintha kialudt volna a szikrázó fém. Nos, szólalt meg végül Dumbledore, többet egyelőre nem tehetünk. Akár csatlakozhatunk is az ünneplő sokasághoz. Motyogta Hagrid fájtolos hangon. Én pedig visszaviszem Siriusnak a motorját. Jó ét, McGonagall professzor, és önnek is, uram,
Az óriás nagykabátja ujjával megtörölte könnybe lábadt szemét, és felkászálódott a motorra. A jármű hangosan berregve felröppent, és egy-kettőre eltűnt az éjszakai égen. A közeli viszontlátásra, meggalagony professzor. Vicceltem, Dumbledore. Meggalagony válaszol kifújta az órát. Dumbledore a sarok felé indult, ott megállt, elővette ezüst önoltóját, és kattintott vele egyet. Abban a minutumban tucatnyi fénygolyó suhant vissza a helyére, és a Privet Drive ismét narancsszín fénybe öltözött. Jól kivehető volt az utca túlsó végén a sarok felé suhanó nőstény macska, és Dumbledore látni vélte a négyes számú ház ajtaja előtt heverő pokróc csomót is. Sok szerencsét, Harry! Morogta, azzal megfordult, és egy köpényök súlyintással köddével. Röpke fuvallat rezegtette meg a gondosan ápolt sövények leveleit a tinta fekete jég alatt megbúvó néma Privet Drive-on, amelyet máskor messze elkerültek a meglepő dolgok. A pokróc csomó mélyén Harry Potter a másik oldalára fordult. Apró kezével megmarkolta a róla eligazítást adó levelet, és békésen aludt tovább. Nem is sejtette, hogy ő különleges, híres ember, hogy más, mint a többiek. Arra sem számított, hogy néhány óra múlva Dursley-né sikoltására riadt majd fel, mikor az asszony a teljes üveggel a kezében kinyitja az ajtót. Fogalma sem volt róla, hogy unokabátyja, Dudley, hosszú hetekig folyton szurkálni és csipkedni fogja. És persze azt sem tudhatta, hogy azokban a percekben titkos összejövetelek résztvevői szerte az országban magasra emelik a poharukat, és folytat hangon így szólnak. Harry Potterre, a kisfiúra, aki túlélte. Hi guys, sziasztok! Thank you for listening. Köszönöm, hogy meghallgattál. If you enjoyed the video, please press a like button and subscribe to my channel. Ha élvezted a videót, akkor kérlek, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra. Thank you. Köszönöm.